Gyors versus lassú ismétlések. Melyik jobb izomnöveléshez? Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és mostan alkalommal hát egy újabb témát hoztam, egy újabb informatív témát. Azt kérem szépen, hogy a gyors versus a lassú ismétlések a jobbak vajon izomnövelés szempontjából. Na most, kérem szépen, a fejlődéshez több dolgot is figyelembe kell venni. Ismétlésszámot, sorozatszámot, intenzitást, tehát a súly használatát, hogy milyen nagy a súly, az edzés gyakoriságát is, illetve a pihenő időt is. Ez mind fontos, viszont valahogy az ismétlésszámnak a gyorsaságáról nem hallani, fontosságáról nem hallani, úgyhogy igazából kezdjük is a lassú ismétléssel. A lassú ismétlés során nő a time under tension, tehát igazából az izomnak a terhelése nő, tehát minél lassabban hajtod végre, annál több terhelést kap az adott izom. Na most lassú izom összehúzódásnál a vérellátottság lassul, vagyis csökken, emiatt igazából felgyülemlik az izomban a tejsav, emiatt lesz, tehát sokkal hamarabb lesz izomláz az izomban. Tehát, hogyha szeretné izomlázat mondjuk a, nem tudom, seggedbe, vagy a bicepsedbe, vagy nem tudom, hogy hol, hogyha mindenképpen izomlázra hajtasz, akkor annyit kell csinálni, hogy hajtsd lassan végre a gyakorlatokat, és felgyülemlik a tejsav, és izomlázad lesz. Amikor lassú ismétlésekről beszélek, inkább a negatív szakaszt emelném ki, ami fontosabb. Tehát mondjuk negatív szakasz az az, amikor mondjuk fekvőnyomásnál a súlyt nem kinyomod, hanem visszafelé engered, vagy vábornyomásnál visszafelé leengered a súlyt, vagy karhajlításnál leengered a karodat. Ez a negatív szakasz, és ezt kell belassítani a lassú ismétléseknél. Ugye van az, amikor az ismétlés túl lassú, az sem jó, mondjuk 5 másodperc le, 5 másodperc fel. Ez szerintem túl lassú, az azért nem jó, mert akkor nagyon kevés súlyt használhatsz, meg nagyon kevés súlyt igazából kell használnod, ami izomnövekedés szempontjából nem a legjobb. Tanácsom az, hogy ilyenkor olyan súlyt válaszolunk, amiben mondjuk egy 8-10 ismétést tudunk végrehajtani, és 2 másodperc fel, 2 másodperc le, az bőven elég. Na most a kérdés az, hogy gyors versus lassú ismétlések, a lényeg, hogy lefárazd az izmot, bukásig végezd, nem minden gyakorlatot, hanem mondjuk van egy gyakorlat, és mondjuk 4 szériát csinálsz, utolsó szériát végezd bukásig. A lényeg, hogy le lehet mind a kettőnél, a gyors ismétlésnél is fárasztani az izmot, meg a lassú ismétlésnél is fárasztani az izmot. Na most gyors ismétlésnél ugye az az elég, hogy több súlyt használhatsz, emiatt több izomrostot is kapcsol be a tested, tehát több izomrostot kell bekapcsolnia, hogy nagyobb erőt fejthessen ki, illetve kettes típusú izomrostokat edzi a gyors ismétlés, ami jobban reagál növekedésre az egyes típusú izomrosta ellentétben. Na most a lassú ismétlésnél ugye kevesebb súlyt használunk, és főleg egyes típusú izomrostokat edz, ami kevésbé reagál jól az izomnövekedésre. Viszont ott van ugye a lassú ismétlésnél a time under tension. Nagyon sokszor elég lenne a fejlődéshez az, hogy a time under tension, ezt az izom terhelési időt feljebb venni a súly feljebb vétele helyett. Tehát nagyon sokszor elég lenne csak azt az időt növelni, ahol az izom ugye összehúzódik, meg ahol az izom dolgozik. De még egyszer mondom, a legfontosabb az az, hogy lefárasszuk az adott izmot. Most, hogy gyors ismétléssel fogod lefárasztani, vagy lassú ismétléssel, lehet amúgy ezzel is, azzal is, egyszer így, egyszer úgy. Mindig azt ajánlom, hogy a középutat kéne megtalálni, lehet őket kombinálni. Na most emellett, ami még nagyon fontos, az a teljes edzés volumen, ami igazából azt jelenti, hogy milyen össztömeget, összsúlyt mozgatsz meg egy edzés alatt. Például mondjuk, nem tudom, vállazol 50 kilóval, kinyomod 8-szor. 8-szor 50 kg az 400 kg-nak felel meg így, illetve ugye ezt 3 szériába csinálod, az 1200 kg összesen, mondjuk gyors ismétléssel. Hogyha lassú ismétlést csinálsz, akkor szintén 8 ismétlést csinálsz, viszont nem 50 kilóval, hanem 30 kilóval, és hogyha ezt kiszámolod, akkor ugye az 30x8, az 240 kg, szorozol 3-mal, az 720 kg, tehát 720 kg-ot mozgatsz meg a lassú ismétlésnél, és ugye az nyilvánvalóan az kevesebb volumen, tehát kevesebb terhelést kap az izom a lassú ismétlésnél, mint a gyors ismétlésnél. Összegzésnek azt mondanám, hogy ha lassabb az ismétlés, akkor
kevesebb izomrostot von munkába, és kevesebb súlyt tudunk használni, mint a gyors ismétlésnél, viszont a lassú ismétlés sem hiába való, ugyanis lassú ismétlésnél jobban rá tudunk koncentrálni a negatív szakaszra, ami nagyon fontos izomnövekedés szempontjából, hogyha a negatív szakaszban erősödik az izmunk, az izom hozzászokik, hozzá erősödik, és erősebb izom, nyilvánvalóan nagyobb terhelés bír majd, tehát nagyon súlyokat tud majd megmozgatni. Úgyhogy azt mondanám nektek, így igazából tanácsként, hogy kezdők mindenképpen csinálnak lassú ismétlést, viszont, hogyha már nem vagy kezdő, akkor nyugodtan kombinálhatod a kettőt. Mondjuk én azt tanácsolnám, hogy mondjuk csinálsz fekvanyomásnál 4 szériát, ebből 3 széria úgy legyen, hogy gyors ismétlés, de ne dobáld, hanem csináld úgy, hogy 1 másodperc fel, 1 másodperc le, és utolsó szériában pedig csináld lassú ismétléssel, tehát 2 másodperc le, 2 másodperc fel. Véleményem szerint nem kell 5-10 másodperc, amíg kinyomod meg, amíg leengered, hanem elég 2 másodperc fel, 2 másodperc le, úgyhogy kombináld mind a kettőt, ugyanis mind a kettő hatásos. Nem mondanám, hogy a gyors ismétlés jobb, mint a lassú, mert kell mind a kettő az izomnak a fejlesztéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó és informatív volt, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjatok rá egy lájkot, osszátok meg és kommenteljetek, illetve hogyha szeretnétek segítséget kérni, vagy online programomban részt venni, akkor látogassatok el weboldalamra, ami az aramteripofizik.hu, és nyugodtan küldhettek e-mailt, hogyha van kérdésetek a programokkal kapcsolatban, adamtarik96@gmail.com az e-mail címem, és ha szeretnétek látni Instagram posztjaimat, akkor kövessetek be, adamtarikprofizik a nevem, érjük el a 100 000 követőt, nagyon jó lenne, de hogyha nem követtek be, az se baj, rajtatok el. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, légy szíves, peace!